babarci pincészete több mint 40 éve alapította Babarci László és felesége, akik 0,3 hektáron kezdték a szőlőtermesztést a pannonhalmi borvidéken. Napjainkban már a második generáció viszi a családi vállalkozást, ami időközben jelentősen bővült, hiszen jelenleg már 60 hektáron gazdálkodnak. Zsuzsanna a borász a családban, sógornője a pénzügyekért felel, ifjabb Babarci László pedig a stratégiai tanácsadó. Boraik megtalálhatók az üzletekben és neves éttermek kínálatában is. A palackos borok mellett külföldre folyóbort is értékesítenek. Küldetésüknek tekintik, hogy minél szélesebb körben megismertessék a pannonhalmi borvidék és családi borászatuk értékeit. Balogh Balázs 1995-ben 5 hektárral kezdte a gazdálkodást. A család ma már közel 200 hektáron termel árpát, búzát és kukoricát, de a gazdaság fő profilja sertéstenyésztés. A növénytermesztés a jószágok takarmányának előállításához szükséges. 2000 sertést tartanak a falutól 1,2 kilométerre található sertéstelepükön, ahol hízlalók, istállók, egy keverőegység és terménytárolók is találhatók. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2000-ben megépült egy számítógéppel vezérelt etetőrendszer, de további beruházásokat is terveznek. Az elképzelések között egy újabb terménytároló és napelemrendszer kialakítása is szerepel. Borbás Edit őstermelő családi gazdaságában 80 hektáron gazdálkodik három család, valamint egy cég. Szinte felsorolni is nehéz, annyiféle gyümölcsöt termesztenek a szamócától, a birsalmán át, a szilváig és a homoktövisig, részben hagyományos, részben biomódszerekkel. Amit lehet, különböző módokon feldolgozzák. Termékeik népszerűek azok körében, akik a tartósítószer és hozzáadott cukor nélkül készült gyümölcsleveket keresik. Rendelkeznek egy mobil gyümölcslégyártó gépsorral is, amellyel a környékbeli gazdáknak is segítenek a feldolgozásban, de a zuglói piacon akár a vásárlók hozott gyümölcseiből is elkészítik a leveket.